Szia, botnéző! Szia, botnéző! Arnold kösz a szubot, hello mindenkinek, szevasztok! Üdvözlés meg minden! Szerelem és pornó! Durra majda! Sztornó! Számla! Valahova! Panna kösz szépen a szubot! És Fanni nagyon szépen kösz, Nestlé kösz szépen az 5 GBP-t, Gergő a 400-at! Szevasztok gyerekeim, drága gyerekeim, hát hello! Hello, hello! Itt van Öri, kinek kedvenc étele nem más, mint a pöri. Már egy picit. Kihallgassuk őket. Buzi Lali. Jakab, kösz a 10 GBP-t! Ezért Lali, teverjük. Jó estét, atyám, szevasztok! Nem tudtam, hogy kell főfele repülni hirtelen. Szevasztok, piaim, szevasztok! Jó napot, szevasztok! Legó, legó! Szevasztok, szevasztok! Hello, hello! Szevasz Krisztó, figyelj csak, Lajos! Lajos? Na, mondjad. A drónomat nem látod véletlenül, te büdös geci. Nem. Nem? Nem, milyen drón? Tényleg? Hát, a drónt, a drónt. Nem, itt a éppen drone. Készítettem a nagy timelapse-eket az új vlogomhoz. Milyen drón? Öreg Kettner vagyok, megmondtam, faszopó, te meg lelőtted a drónt, láttalak. Takarodj el és vegyél egymásikat, most azonnal. Öreg, hát azt hittem, nem érdekel! Ellenséges betolakodó. Nem érdekel. Nem érdekel. Bárint köszön a 10 forrakot, Sanyja 12 eurót. Várjál, megrázom a gatyádat. De te nem... Meg... Mit rázogatok? Nála! Ki hullott beleőle, öreg? Egy micsoda szar? A drón? Egy a szar. Drón? Jó, hát bazd meg. Ez drón? És akkor mi van most félcik? Szar, jó, na drón. Ja, aha. Az nem szar. Értem. Illetve hát egy ideig szar, utána megkevényedik, utána zsírkréta lesz. Pusztulj János, megérekem egy drónt. Világos? Hol lehet drónt venni? Az anyádban, hát nem érdekel. Most azonban. De melyik boltba? De nem mindegy amúgy, melyikbe tudsz venni? Vannak egy szépen. Nagyon szépen, Ali, köszönöm. Figyelj, gyere egy pillanatra. Macrodálsz, köszönöm. Mik a kocsimat meg elvisz. Egyébként összetöri. Mikor elromlott a wifi. Na, többet nem láttam. Felhívtak, hogy nem el tudom megcsinálni. Várjátok, ha nézzétek már, mert milyen szecska áll a túloldalon. Peti, nagyon szépen kösz az 5 rongyot. Azt a milyen színes, fényes, ízes vonzárba. Az be van zárva. Hát heggesz föl. Heggesz a geci. Hát igazad van, ez egy szar. A ráknak se kell. Peti, kösz szépen! Bassa akar gazdag, miért? Júsz el az epizód. Kocsit ne törd össze, jó ember! Szálljál ki fel a kocsiba, és hát de mentem drónt venni. És hol van? Hát nem, mond... Lali, mondjál. Lali, egy pillanat, csak szállj ki a kocsiból. Ez kinek az autója, megkérdezhetem? Így van, ki ez? Hát mert ez így van, elkérted. Hát ez enyém, enyém. Elkérted. Közös, nem? Hát, mi közös? Az anyádnak nem, a picsája, az közös, mert már mindjárt meg bassza. Oh, remélem az összes suhan megvan. Hajrá, Lali! De ezt, azt nézem, hogy... Menjél, te vagy rajos, te ezt te vagy! Halló, de ez nem melegszik, úgy látom. Jó eszeg, elnézést! Állj meg, öreg! Jó napot, uram! Bocsánat! Álljál meg, te büdös köcsög! Álljál meg! Elnézést! Álljál meg, basszopó gyerek! Elnézést! Kapd el a buzit! Hát most elkapjuk ezt a gyereket. Az öreg mindjárt kifekszik, mert lelövük, figyeld. Elnézést, uram, jó napot! Tiszteletem a szerveknek. Hát csak félre vagyok állva. Jó napot, uram, tiszteletem. Álljunk kifele. Figyelj csak ide, te! Te csöves! Bocsánat! Nem magának mondtam, igen? Álljon kifele!
Mit csináljak? Álljak ki fele? Tiszteletem, uram. Jó napot. Rendőrség. Jó napot, mibe segíthetek, főnök? Jogosítványt kérek szépen. Jó, már adom is, nézze, itt van a jogosítványom, te faszopó. Milyen rendőrség, te huligán geci? Ha? Megjátszod magad árrendőr, vagy csöves? Há? Nem szégyenod magad? Kihítam az igazi rendőröket, verém geci. Most popázzál! Nem szégyeled a mocskos popádat? Há? Maradj len kutyába! Mondom, maradj len! Te verém arcú! Kapd el, figyelj csak, ez egy árrendőr! El kell kapni, be kell vinni a rendőrségre! Jó, hát mit csinálsz, há? Gerinc feltört, há? Mivik össze 2005-öt? Nagyon szépen köszönöm. Ali, kösz szépen a szubot, Birdi, Ricsike, kösz a 11 hónapot. Mi történt? Nem láttam, bassz meg. Bocsánat. Mizu? Most mi? Ellengedtétek azt a buzit? Ha? Hát öreg! Az azért nem is eljött a rendőr. Ja, mert hirtelen elvesztettem a fonalat egy pillanatra. Na mindegy, jó van. Krisztó? Itt vagyok. Figyeljetek ide! Elmondom, mi van. Tudjátok, mi van? Mi? Mi van? Közeledik a nőnap, tudod? Igen, igen, de te rá vagy nő, úgyhogy ez hát téged igen. Nem ír. De ezt szeretném, ha gyakorolnátok. Jó napot, uram! Ember! Ki kéne szállni abból a szarból? Ki kéne szállni a kocsiból, bátyja? Ez nem Angliában vagyunk, tudod? Azt mi a kurva anyád, hogy jön szembe a sába, te verém geci? Ne! De ne, ne! A fegyvert vette elő, a fegyvert már vette elő! Teleg? Valakinek kőszerelés van? Aki volt törve az abla. Az van? Csúszt elő! Csináltuk, nézd meg! Gerj ide te! Nézd meg, ott van benne a fegyver, ott a fegyver a kezibe! Az egyszerű szendvics, te! Hát ez egy hamburger, bazd meg! A geci mindenkit megöltök állatból. Megnézem a... Csak enni akart, bazd meg! Jó, Krisztó, le vagy tartóztat, vagy arra gudjál, mert polgárőrségi jogosultságomnál fogva. Tudod, mi talált? Na, Várj, Krisztóka! Mi van nála? Várj, Krisztóka! Így van, le kell tartóztatni. Ember! Tényleg azt hittem fegyverben, de azt hiszem számolja. Barátok vagyunk, de van egy határ. Sajnálom, Krisztó. Ne csináljátok már, ember! Itt a hulla, itt a gyanúsított, minden egybevág. Te voltál. Halljátok, ne csináljátok már, figyelj csak, de mi a passzoméke mindenkit lövöldözi? Mind a hárman ezt ember, azt hittem, hogy pisztolyt vett elő. Nem a kibaszott magyugat, pont a nőnapról kezdtem el egy... szónokratot tartani. Hát nem tettek róla, hogy olyan vastagon be volt panírozva az rántott hús abban a hamburger zsömlébe. Azt úgy nézett ki, mint egy fegyver? Normális vagy? Szerencs, hogy nem passzalakú, mert Loli, akkor belejött volna egyből. Na jó, figyelj, kérje, bocsánatot elnézést. Öreg, léci! Jó, figyelj csak ide. Léci, most ne csinál. Jó, felállok ide. Most, hogy erre. Leveszem rólad, jó? Na jó, van. Szeretném, hogyha változtatnátok a hozzáállásotokon, mert nagyon agresszívak vagytok. Azt hiszik, hogy bigányok vagyunk. Értetek, miért nem azok vagyunk? Nem mindig azok azt mondod, hogy kiabáljuk, hogy mi vagyunk cigányok. Cigányok hát vagyunk. Azok vagyunk, de ettől akkor most nem vagy te? Azok vagyunk. De jó lenne, hogyha nem lövöldöznétek bazzal, hogy a kurva vagy nyugatlan. Mi történik? Menj már innen. Nem látod cigányok. Egyből előtök mindenkit bazz meg. Na, szeretném, hogyha egy kicsit... Jó öreg, de ha fegyvert kap elő az hát akkor gyanúsított, akkor hát igen. De most azért az ő javára de legyen mondta, hogy ebben, a szendvicsnek nézte a fegyvert, érted? Érted. Na, jó van, jó van. Jó. Na, figyeljetek, azt akartam mondani, hogy közeleg a nőnap. Igen. És mivel itt közöttünk nincsen nő, ezért vállalom ezt a szerepet. De nem, nem, nem. A Lali az nő, nem? Hát, igen. Nem nő a Lali. Lajos. Nem nő, és én sem vagyok az. Te mondom, de hát nem lehet, de akkor az ajándékozási ceremóniát, azt el tudjátok végezni. A végén pedig kiválaszom, hogy ki volt a legtökéletesebb ajándékozó női szemmel. Jó? Mm-hmm. Jó van. És hogyha mindenki indulna rajta, tudod? Vagy ha mindenki indul rajta, tudod, és akkor egymás ajándékozó, a legjobb ajándék igen. Nyer. És igen. Bármint, hogy a legjobb ajándékozó, ajándékozója megnyeri a játékot. Az mindenki kap ajándékot. Figyeljetek, ővé minden ajándék. Befizessük a Norinához, azt megbaszhassa őt. Az a nyertest. Aki győz száll. Az komoly. Az komoly. Ha, mit szóltok ehhez? Jó. Legyen... Az fasza. Örülné neki, Lajoska? Ahogyne. Kormolnád őt? Persze. Ő, fene augusztusodat. Jó van, akkor ezt meg is beszéltük. Belegugolnál neki? Bele, Lajos. Én mondtam, láttátok, hogy nőnappal adnak. Múlik. Én uniós cigán vagyok, tehát az én, nekem vannak az ő. Az milyen? Hát vannak elveim.
Ja, értem. Amik azok az elvek? Hát vannak egy bizonyos pontig. Pénzbe lehet mérni, bizonyos pont igen. után már nincsenek. Mondjuk elég alacsony ez az összeghatár, de mindegy. Mondjuk igen, van az a mondás, hogy pénz beszél, asszony ugat, tudod? Így van. Az, az a mondás is van. Nem, asszony, kussolj, asszony. Hogy mi a izé? Mi a hasonlóság? 2x2? Nem. Igen. Néha 5, megkapod a tökömet, nem? Szóval... Nem, de. Amúgy én nem rosszban mondom, de amúgy le fogok bukni, ha itt állunk a hulla mellett. Hát ez emmi volt. Hogy... Jön a rendőr, itt probléma lesz. Nem, mert ide jön a rendőr, meg kiütöm a haja alól, tudod? Tudják, hogy mi a helyzet. Jó, figyeltek ide, azt akartam, hogy mi a hasonlóság. Jó, hogy ő rendőr volt, ha? Hát de nézd meg, csak nem fogja be a pofáját, bozd meg. Szóval figyeltek már ide. Szép jó napot. Jó napot. Jó napot, uram! Szép jó napot! Na és akkor mi lesz a nőnapos? Nem tudom végigmondani, mert belepopászok állandóan, bazd meg. Hát én próbálom meghallgatni, de hát látod. Az, hogy mi a hasonlóság egy romlott mosógép és egy elromlott mosógép és egy nő között. Nem tudom. Az, hogy a mosógépnek tudod, hogy mi baja van. Érted? Az igaz, mondjuk. A kurva anyjukat. De nem mindig. Fogba pomány. Azért adnak. Jó, légy szíves, menjél a pofáját. Igen, Lali, de mit csinálsz, hogy rossz mosógéppel? Jó napot. Veszel egy újat. Térfigyelő kamera, Flector, Hector, Terminátor, Basta, másod a visszanéző, habos, babos, vézes, mázos, kapitány. Jó napot, 13. a cigánbajda vagyok. Itt helyszínen is zajlik, polgárőrségi jogosultságunknál fogva. Itt a fiatalember sérelmére gyilkosságot követtek el. Azt még nem tudjuk, hogy ki, a nyomozás éppen zajlik. De átadom magunknak az információkat. Igazán nincs mit. Idővel kárkodtam az önnyel beszállnál. Oda megy is. De hát ez már nem fogja megtámadni magát, ha van nála bármi akkor. De bevész a kórházba azért. Másik! Nem az az oldal, hogy egy fegyvert, azt elveszem fel. Így van, fegyvere volt neki, azt láttuk. Azt láttuk, mert itt nagy tűzharc volt. Jöttek itt az agyizék. Az ez nem magukra rántott fegyverzünk. Nem, nem, mi nem lövöldözünk, Isten őriz. Viszontlátásra, szép napot! Viszlát, viszlát! Hát akkor tip-top anyós, ugye öreg? Azaz. Hát most, de izé nem fér be, Krisztóf, fővegyelek? De, befér. A csomagtartóba beférlek. Ugye csak ide ülhetsz, az ölembe ülj ezzel valami kemény ott a combon fele. Húzódj, Lajos! Az a demokrós tartó. Jaj, de ne nyomd már az oldalam! Hát férek én is rá, kigye meg a szívem. Állandóan ezt csinálod. Figyelj csak, ne veszek egyetek ott hátul, légy szíves, mert azért más gyalog járti, meg itt fekszetek a csomagtartóba. Ezt tudjátok képzelni, az öregek milyen rosszul esik, hogy így van. Az én időmben már, amikor annyi idős voltam, 2 évvel öregebb voltam, mint... Lassabban! Jó, hogy bocs már! Nem maradjon, kopognak, mint a zsákkrumpli. Hát ne vinnen a lábod, már mondtam. Jó, vagy csak, egy kicsit garanyos az út, tudjátok? Úristen, baszak, itt nagyon rosszul takarod. Jaj, egy macska! Egy macska, nem áll! Azt a kurva! Támasz ki a lábad, de magadat, hallod? Nagy kanyar, jön, vigyázzatok! Éppen benne vagyunk, egy körfordalomba vagyunk! Azt a kurva eget, Jézusom! Úristen! Szálljatok kifele! Jó vagytok? Körfordalom volt, srácok, haragudjatok! Zsudnak boldog születésnapot! Jó vagytok! Ah, már vagyunk minden faszatok, nagyon rosszul vagyunk, testvére. Nagyon rosszul vagyunk. Bocs. Jó vagy? Figyelj csak, segítsél már itt a barátaimból. Beszorultak a csomagtartóba. Mutassátok magatokat, de kurva csúnyák vagytok. Inkább lezárom, bazd meg. Bazd meg. Ezek összeölelkeztek, nézd már. Persze, hát ez... Krisztó meg nincs nadrág, hát. Hol a drágod, Christopher? Rajtam van. Rajtam. Lajos, mi történt a csomagtartóban? Tudnál erről beszélni? Leszakított, bazd meg a hátulját, geci. De normális vagy? Véletlen volt. Most így már nem tudunk bevátni. Megszerelem, bazd meg. Megcsinálja, tudod, milyen a Joker. Milyen rendi vagyok. Persze. De figyeljetek, már itt nem lehet egy garázs találni valahol? Micsoda? Mindjárt megnézem, már egy picit. Itt egy garázs, itt egy garázs. Ez futó távolság, gyerekek. Hát sportemberek vagyunk, basszam ki a gyomrotok. Hát itt akkor... a kocsi beülünk, azt lemegyünk. Lajos. Te vagy a kiválasztott öreg. Ezt mindig is tudtam. És mire vagyok kiválasztva, hogy megszopod a gyíkomat? Nézd meg. Mire vagyok kiválasztva, buzi gyerek, a süket vagy? Mi hát van veled, Lajos? Te lettél kiválasztva az ifi csapatba.
Mhm. Ah, jó van. De öreg még serdülő, nem látod te buzi? Pont, te mi hova ütsz te, csicskát, a bőrre ütlek ki, mara kondírra, megsopozva. Mekkulát, miért ütöd meg? Menjünk a faszomba innen, nem bírtok magatokkal, mert ilyenkor, 5 perc után. Gyerünk ide a bizony publikba. Hagy Isten, szevasztok, hello! Elmúr a Perinc gerdülésem lett az ütközéstől. Uh-huh. Itt vagytok valami? Ne. Nem beszélj veled, mondta nekem, hogy elege van. Azt mondta, ennyi volt. Figyelj csak. Joker, te mi a faszomat csinálsz? Beraktam. Minden, csak hát... Volt, bocsánat. Hello, hello. Szia, szia, semmi baj, hello. De csak nekünk jönnek, bazd. Gyere, Mark! Baszak, a jó polgárra autó eltűz. Szóval, figyelj már, nincs egy kis apró. Figyelj csak, ne tarháljál már, légy szíves, jó? Ne legyél már szemtelen. Ne szívassál már, ma. Baszak, hol van a jó izé? Szóval, van egy kis polgárőr apró. Polgárőr autó. Most szomorú vagyok. Ó, de már. Ez szomorú. Nem, a szászatok. Halljak meg ebben valaki beleszart. Tessék meg egyszer. Halljak meg ebben valaki beleszart. Melyikbe ebben? Figyelj már, Róker. De hogy is a szag onnan jön. Igen, öreg? Figyelj már, de... Igen, öreg? Várjál, mert hallgatom, ahogy itt szidalmazzák egymást az ifjúság hangja. Szóval a lefoglalt autókat a szóltod megszerezni. Ja, az menjél itt balra, majd a következő. Igen. Egyenesen, telibe. Gyomor szájig, vagy az az nagyon jó. Kapaszkodjál. A híd végén balra versz egy balost. Aha. Az első kerítés lesz egy nagy kerítés, hogy jobbra be. Szóval a híd végén balra. Itt ezen balra, ha. Itt balra. Na most a... És a nagy kerítés jobbra. Is be. Ennyi. Itten? Mhm. Menj be! Hát de nem nyílik ki, bazd meg. De nyílik, nyílik nálam, nem? Na most igen. Ó, meg kösz az 5 eurót, nagyon-nagyon szépen kösz. Boldog születésnapot a zsúnak. Még egyet. Bazdik. De itt is jó vagy végül is. Hon kell? Várjál, hon van? Itt. Lehet, hogy itt van a polgárőr szecska. Na most ezt meg fogom nézni most. Ugye? Jaj, semmi baj. Ez azért most jó sikerült. Assz a kurva. Jó? Hagyd így a gecibe. Várjál, ne, felforgítjuk. Várjál, de ne, várjál, mert meg akarom, de keresek a... valamit. Réka, kösz szépen a 200-at. Máté vagy... Máté. Van olyan, hogy... Köszönöm. Hogy felborítás, érted? Most csinálom, és nem látod. Ne, hagyd a gecibe. Már meg te megcsináltad. Hát ott ilyen vagyok. De ott van egy garázs, tedd el az autódat most már. Figyelj, azon gondolkodtam, hogy a izé... Várj előre, nem tudok mozogni. Nem, mi lebénultál? Hát nem, nem, azért várjál, ne ülj bele, ne, ja? Öreg, várjál! Volt nekünk régen egy polgárőr autónk, nem emlékszel rá? De, az van is, azt hiszem. Hát, hol a faszomba van? Na most tedd el. Hát szerintem a garázsodban, nem? Nincs ott. Ott írja, de nem tudom, érted, hiába nyomom a izét. Baszira. A kurva anyját akkor az egész teli bebaszott világnak. Jó napot! Szevasz, Krisztó! De milyen szarkocsikkal jársz, te fiú? Hát, hitelből vettem, hallod? Beülök mellét, hogy azért vagányabb legyél, tudod? Öreg, ne javítsuk meg azt, Krisztián, köszön ki, emeljünk a faszomba, így ne rossz majd. Lajosról tudtok valamit? Igen, mindjárt azt mondta, írt egy üzit, hogy becsukta a szemét. Ezt mindjárt itt. Lássátok, hogy... Lássátok? Mit csinálnak itt? Halad...
Mi lenne öreg, hogyha? A rádiós magnót szedik kifeledik. Jó napot, uraim, tiszteletel! Jó napot! Pelakezeket! Most rögtön látjuk! Mi a passzom? Pelakezeket látjuk, hogy a rádiót lopják! Pelakezeket, most rögtön! Ezek izék pémtól vagyok, kapd el őket! Futás! Jó napot! Fel a kezeket! Mi a büdös recsetetkes görbe kurva Isten passzapolyik itt, uram, elnézést! Mi történik itt, uraim? Ott találtam egy százast, aztán fővettem. Aha. És ott hátul mit csinál az úr? Kérdezzék meg. Menjen, legyen szíves előttünk, fáradjon, menjen társához. Így van, polgárőrség nevébe járunk el most. Be is rádiózok, várj egy picit. Legyen szíves venni. Aha. Semmi hirtelen mozdulat. Helyszínen vagyunk itt a lefoglalatoknál, két gyanús izét lópasztjancsik. Semmi hirtelen mozdulat. Átvizsgálunk a nevem 1533-24-95-93-ban. Álljon meg! Most rögtön! Legyen szíves, álljon meg, erősítést kérünk. Jó napot, uraim! Mi történt, uraim? Hát ezt kérdezzük mi is a magánterületen. Ezt kérdezzük mi is. Itt valamit ott nagyon berheltek maguk. Hát... Mit csinál? Legyenek szívesek oda fáradni a gépjárműhöz? Hova merekszem? Semmi erőszak, No. Jó napot, uram, ne merekedjünk, jó? Oda baszok egyet. Szeretném hallani itt az igazságot, hogy mi folyik itt. Ez történt. De ne a százasra kábítsál, mert ott rád merek, hogy kipetszel. Mit csináltatok itt? Mi van ebbe a kocsiba? Há, mi van ebbe? Mit nyugáltatok benne? Őszintén találtunk benne egy rádiót, ezt akartuk kivenni ketten, csak őszintén megmondjuk, egy rádió volt bennem, kocsi rádió, ki akarta szedni a rezet belőle, mert nagyon rezes. Tele van a rezet? Tele van réze? Azt mondta, hát ő volt, hogy a rész, az ízi el tudjuk adni, mert csövesek vagyunk, azt mondjuk, hogy ízi ketten ki tudjuk szedni a gyászba. Ide jövök, most megszagold meg ennek a végét, ennek a baseball ütőnek. Szagold meg. Idézem. Érzem. Főnök, én odaadom, amit kivettem a kocsiból. Tudod, hogy mi ez? Nekem ez nem ide... kell, hey! Eleveted. Ez szar, piam. Ez szar. Zsebembe semmiféle. Szorod, mi van? Te szeretnéd, hogy nehogy véletlenül... Jó napot, kijön, elnézést. Várjatok meg picit, mert... Ez mi a passzomat csinál itt ez a csöves geci? Én nem, mi folyik ki? Elnézést, uram. Nem látja itt, hogy olyan viszél van? Egy probléma van? Ha? Mi a probléma? Polgárőrség nevébe pattadjon kifel a gépjárművből. Mi folyik itt? Ha szállják kifele? Álljanak meg! Vagy az a cimborán? Most is álljanak meg! Mindenki állj meg! Lőjenek, kurom, lőjenek! Ezt a buzi vezért. Figyeltek ide, most le kell foglalnunk. Tijeltek ez a szarkocsi? Igen, mi folyik? Hát ezt sajnos le kell foglalnunk. Mert izé van, space helyzet. Üljél már befele! Mehetünk. De most szabadon engedlek tégedet, de később még tala. Tudod? Szia! Mit csináltak ezek itt? Elmar, ez ilyen nagy drift autó, merjem a szátokba. Mi történt, öreg? Hát egy beavatkozás kellett végrehajtani most már. Állományba helyeztük magunkat. És egy fehér ezt a csöves gecit keresünk. Elnézést, tiszteletem, jó napot! Tiszteletet! Jó napot, le kéne tenni a fegyvert, mert meg lesz-e baszva. Gyerünk, öreg! Ojoj. Lő! Forgasd át! Hát ez beszúgyókált. Tényleg? Hát igen, de baszd meg, hát... Hogy lehet ilyen gonosz valaki? Szállják ki fel a Lajos? Baszd meg. Ezt meg tudj szögelni. Vedd ki az izébe a pótkereket a csomagtartóból. Akkor dugd be. Uraim, maguk lövöldözik. Mi nem lövöldözünk. Ez négy személyes, érted meg ilyen? Mi nem lövöldözünk, mi békések vagyunk. Azzal menjünk, ez jó. Ha öreg, ez négy személyes, az jó. Figyeljetek ide, én nem hagyom itt tesztet. Na jó. Ez most az új kocsim. Na jó, ez kényelmesebb van. Van itt szépen János Krisztián, olyan szépen kösz. Nem akkor, Lali a zsebi. Hozd ide azért a hullat, azt nézze, mi van a zsebibe. Ez tényleg amúgy bazd meg. Lajoska, hát nézzél már szét. Ha van nála kaja, hagyjál nekem is belőle.
szemem kiégett a rózsaszín lámpától. Aha! Lajos már pirincseri rögtön lemmel az tudom meredve a pali. Belenézek a zsebibe. Én itt van pisztoly, hely a fegyver, amit felnek nekem. Ne itt csak bele. Jó, mit, milyen ajándékkal tudtok készülni nőnapra? Ne felejtsük el. Mi van benne? Semmi, hát. Hogy semmi? A semminek nem szoktak így örülni. Krisztián, kösz szépen a szubot! Daniel, a 400-at! Hát, de mi a faszom történt? Hey. De menj már innen a picsába, mit jössz nekem? Ugye csak azzal a szarra, mi azt mondta itt meg amúgy is? Tegyétek ma magatokat erre. Mert miért ne? Mert hozz kell a szádba? Figyelj már, a pelenka kilóg a seggeden, dugulj már. Milyen pelenka, te merébb arcú? Neked meg a paszlók ki a seggeden, te csicskagyász. Bocsánat, elnézést. Mondjad. Figyelj csak, normális vagy! Ezt meg kell fizetni, basszom a füledet. Na gyere, megfizetem, szállj ki. Kírjuk a betétlapot. Gyere csak, te tüdőarcú. Ha megírod? Szálljál ki fel akkor. Ha megoldjuk. Megírod a betétlapot. Milyen pelenkáról beszélsz, te faszcibáló? Amara, ha? Figyelj már, hát ott ló. Figyelj csak, szaros passzarajzolok bajszot arra a muskepopádra. Érted? Jaj, Dick, de komoly kocsi, Dick, viszem elfele a raklival együtt, hát most le lesz szó. Jézusom, ez meg fogja basszni a nődet. Az öreget megbasszom. Szállják ki fele? Szállják ki. Várjál csak, van itt valami, nézd. Figyelj csak, én a csajom után megyek. Ide gyomom a homlokodhoz ezt a fegyvert, mert szállják ki fele, buzi gyerek, jó? Hát kiszállok, de arcodból vissza kéne venni. Milyen gatya lesz, ha? Leveszed a gatyám, azt leszopsz, hogy mi lesz? Szia! Hova mentek Krisztóék? Ott a Krisztó, ott a Krisztó magad. Hol? Mögöttünk? Úristen. Jó napot, jó napot. Halljátok a nőmnek, kiugrott Dick. Pedig most balszapon, hogy megbasszassuk őt, tehát nőn a palkalmából. Megfogtam a combját, halló, megfogtam a combját, az kiugrott. Jézusom. Nagyjad már. Komolyan. Dehogy nem. Szagold meg a kezem, hallottam. Na, szagolja meg arra. Hát a közöket. Jármény tisztelet engem. Jó napot, viszlát. Ugye, de akció lesz. Szegény. Szevasszok, szevasszok, hello. Mi a helyzet? Ez jól vagy? Minden pasza. Bal? Menjünk a publikra, adjuk el ezeket a szarokat, hát ha megveszi valami muzi. Terüljünk csak vissza a kocsit, visszaadjuk a ladát, visszaadjuk a kocsit. Hát te dobjál egy 20 ezerest, azt megvagyunk. Na, milyen 20 ezerest itt teszünk? Egy 10-es dobjatok rám úgy. Na, milyen 10-es? Hát most szereltettük, meg beszéltük a szerelővel, haló. Amíg megszereltessük is. De ne szereltessél semmit, látod ezt? Nézzetek ide mindkettőt. Elnézést, na, 20 ezeret virítsátok. Pakoljatok kifele nagy 20 ezreket, azt vihetitek ezt a szart, fiam? 20 ezer is jön el a bátyja, csak 3 ezer. Figyelj már ide, bazd meg, ha jön a nőnap kecsert, mi műveszek a izéknek a nagy muffoknak gyere, a gyere, játékot. Gyere, adok, gyere, gyere. Egy 10-est adjatok. Pakoljátok ki a 10-es legalább, ez jó van. Gyere, én adom neked, figyelj, gondolod. Ne üljél be, mert akkor tényleg itt alszó. Pattintsátok ki a pénzt, ezt meg vagyunk, bazd meg. Tudom mondani, hogy kedves szám. 12.47. Tessék, ennyi köszönöm. Volt nálom. Köszönöm, viszlát ura. Egy kérdésem még lehet? Igen. Ön hogy van így kisimulva? Figyelj csak, én megmondom, hogy izé zsenge csecsemő szarra kenyem magamat. Szakni fog minden. Minden reggel 6-kor. Valaki nagyon felszívta magát, mert tebe húgy a öblögetek? Milyen komoly nézések van. Lehet még a nőkkel is van. Figyelj csak. Szabni fogunk, most fenyegettek meg. Most csinálok egy YouTube csatornát majd, ahol csábításos ötleteket fog mondani. Izé leszek. Puha. És tanácsadó, érted? Tehát, hogyha majd iratkozzatok Pőpele, az lesz a neve, hogy Pénisz Herceg.
Jó, és akkor ilyen dolgok lehet majd venni, ilyen izé, kurzus, meg ilyesmi. Szóval akkor kaptok pinát majd. Szevasszok! Hello! Szevasszok, szevasszok! Bazd meg, Krisztó, én látom, hogy hogy nézzek rád a pérpiak rá. Ez a két köcsön meg amúgy látták nálam a fegyvert, észre se vetted, mi? Meg akartam baszni. Nem láttad, mit vettem el a csávótól? Nem, nem. Világítós fegyvert. Nem az már nekem, milyen világítós izomtól van benne, vagy mi a passzol? Halljak meg! Állj meg, ember! Állj meg, jó ember! Megállok. Igen? Haladjál majd, ne nezi! Arkádiusz. Szevasz, fiam, mi a helyzet? Te kit izélsz, mi? Te kire retartod a fegyvert? Figyelj csak, figyelj csak! Nem. Te mi a passzomot képzesz magad, Rózi? Hey. Hát te ki a geci vagy, hogy te itt megállsz a fegyvert, hogy előkapod? No, no! Bazd meg! Szálljatok kifele! Bazd meg! Öreg, bújjál, mert nagyon rossz helyen vagy, gyerek. Hát a geci nincs vizé, van egy lőszerete, van? Menjünk innen, szállj be! Na gyerünk. Szevasszok, hello, hello! Meg lesztek baszva! Így van, mindenki. Na, ez a köcsök meg dicsekszik a szaros világítós fegyverével. Ja. Figyelj csak, te! Normális vagy, faszopás, ha? Szia, Zizi, hello! Legalább tudom most beszélgetni, és köszönöm Krisztina, a 200-ast, Krisztiano Szubot. Lali, hol a faszomba van? Csá, figyelj már, hívd a többieket, bassz meg, itt vannak, érted? Lőnek ránk. Hallod? Mizu, uram, segítsen! Jó lenne, lócs! Gyere, izé, gyere, szálljál! Fedezzél, bassz meg, fedezzél, fedezzél! Ez mire jó? Micsoda? Mi mire jó? Megbetegedtem most. Barbeszk össze 200-at? Mi mire jó? Most ez ilyen RP náci? Gondolom az, hogy ugye. Nem tudom, mi volt a baj? Minden szabályszerűen zajlott le. Oda jön és segítenének, a barátomat meglőtték, és nem tudom bevinni a kórházig, mert itt van egy pár autó. Jogosan lőtt le minket, mi lőttük le haverját. Mondjuk nem tudom, minek álltak meg. Te autó hátul ilyenek, segítenének a fegyver. Bevinni a barátomat a kórházba. Mert én nem jutok el addig, látja? Itt revancsok van itt 5 pillanat, ide beül előre, és akkor segítek kiszedni. Jobbulás. Az egész környék. Köszönöm szépen. Akar, jobban vagyok már, de még mindig nem az igazi. Lehet az jó, mert az öreg megbaszott mindenkit. Én mondtam, ne csinálja. Nem az, nem az ő. Még mindig tudod, hogy Benzi jobban játszol. Igen, legyen. Vagy játszol, hogy Benzi jobban az meg. Pillanat, csak itt kell. Viszont, melyik autó, uraim? Volt egy külön Benzi jobban játszol? Én mindig is tudtam, hogy maguk rendőrök egy világra való. Emberek! De most a Thomas az most nagyon úgy akart tűnni, hogy sem volna ezt a most. Igen, most ez a Thomas ez most igen, nagyon nem. Mindent tud. Nem, öt kolléga? Mindent tud. Külön dimenzió. Bekötötte magát? Be. Itt a barátomat is. Barátját is? Milyen a napjuk eddig? Értek egy számot? Hát fasza, presszes. Ez jó, ezt látjuk, igen. Külön dimenzió, atya. Ijatok itt. Nem is kezdett követni minket az autó. Igen, az már jó megmondták nekem. Most itt kiderültek a titkokba azon. Odálltak mellénk motorral, ilyenek tudja, fegyvert tartottak ránk, és akkor... Utána már csak azt hallom, hogy locsi, meg esik, meg locsi. Tudja? Szeretlek, atyám, Dávid. Az egyik meg... Márolnék veled, ha mondjuk buzi lennék, de nem vagyok. Mi történt a barátjában, meglőtték? Meglőtték, igen. De azért köszönöm. Meglőtték, szerintem azért volt, mert megbaszta mindegyik anyját. Köszönöm, beviszem, köszönöm. Úristen, nagyon rosszul van az öreg. Fáj neki a berénisze. A berénisz.
Krisztó az ott fekszik a macska kövön valahol. Szegény. Ja, mert lehet, hogy nagyon ugye az elnök ember és kevésebb lennének, olyan sokan voltak. Olyan dicsekedett a világos fegyverébe. Akkor nem is félek. Na már igazából már csak mentős kéne. Biztos, köszi szépen az ezres, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Akkor Gáspár lesz az olyan jelenek. Gáspár Laci, ez nem azt mondaná, hogy mutassak valamit? Sül egy kanapén? Ott van a Gáspár Laci, itt vagyok a lambóval, nézzék meg. Lerakom ide a barátomat és megvárom még itt a fekete orvos ellátja. Szerintem a Gáspár Laci énekel neki helyre jön. Szerintem, nyom be. Helyetek Marib Lici. Akkor énekeljen neki Gáspár Laci. Akkor nem énekel. Hagyjanak egy kis nevegyel, mert egy sérült. Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Nem énekelhetek, uram. Nem bírsz vele. Nagyon aranyos vagy, Dilla, köszönöm szépen. Pötyi, köszönöm az 5 subgiftet. Nagyon-nagyon szépen. Látszik az óra, hogy azért ki van tesítve. Hát ja, azért nem a meredek ország össze. Lilla, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok subgiftet tolsz meg, nagyon-nagyon szupportálsz minket. Nagyon kedves vagy, köszi szépen. Laci, kösz az 1500-t. Énekelj, Laci, gondolj már az erre. Gondolj az erre, öreg. Nem tudok gondolni, bazd meg, mert nem javít meg. Fejsérülésem van. Azt írja. Tisztelettel, biztos úr itt most nagyon mély. Szia Zsuzi, hello. Hosszán mély tisztelettel. Öreg! Egy számot hadd játszom el, a szí barátom. Na, legyen szüksz, ne hagyjon nekünk itt levegőt, jó? Nem tudok az erre gondolni, bazd meg. Kell épülni ennek a úriembernek. Kisgyerek mindig is van. Egyébként igen, de aranyos kölyök. Szerintem nincs rá a pénz, zárja. Krisztián, kösz szépen az ezrest. Az a baj, kéne. Izé, tisztelt uram, hozzon neki jó, valami a stream meg megy a kölyöknél. Jó, értem én, de most megbilincselem, mert szereti, na. Mi történt? Hát na ez az, nem voltál itt, bazd meg. Mi történt? Brigi, kösz szépen a 400-at. Atya világ! Szia, atya világ! Hát elálljunk. Urak, akinek nincs itt dolga, uram, ne akadályozza itt az urakat. Pötyi, kösz szépen a 10 subgiftet! Engem itt a pulóveres úr félreívott a főpubliknál. Csak elvitték a való. Halljátok a stresszel a streamet? Pulóveres vagy trikós? Hát itt a szoknyás pulóveres trikós. Ura! Engedélyt kérnék felparkolni a Lamborghinimmel a járdára, hogy szólhasson a zene és énekelhessen önöknek. De bazdmeg az idő is megáll. Öri! Nem szórakozol helyre, még kórház, uram. Öri! De nem is szórakozni próbálok, hanem az embereket szórakoztatni, hogy legalább a kórházra legyen ilyen hullasszag meg szomorúság. Támogatom most tisztelt. Nézzük néha csendben itt a két sérült opció, önöknek uram. Öreg! Adja meg az őszintén. Darius, hanyas a izé? Mentős álló, 8-as. De miért nincs mentős? Jaj! Pist, itt vagytok, már tegyem a lukat abban. Tiszteletem itt az uraknak. Ja, már itt a mentős. Elnézést! Le a csövesekkel! Uram, én ellátásra szorulom. Nagyon szépen kösz Pötyi neked is. Arribáltok! Márkösz a 200-at. Jé, uraim, mi az a sok köcsök halott itt, ha szabad kérdezni? Hát mind meg azt anyádat, azt annyira, hogy ők is összeestek, érted? Köcsök gyerek, pusztulj már innen. Kömbös Márkösz szépen. Béci, nagyon szépen kösz! Kösz szépen a 4 rongyot, nagyon nagyon sok vagy, köszönjük. Mentős úr, segítsen gyorsan. Nincsen mentős, bazd meg. Bajai vannak. Öreg! Nézzük, Laci! Gondolj az erre! Vettem C-vitamin. De ezt csak mondja, Gyuri. Nézzük, Gáspár Laci! Itt vagyok, tiszteletem. Hihetetlen. Halló, halló! Bízz a mentős úr! Tibó, kösz szépen a szubot! Halló, halló! Itt vagyok, tegye csak le! Jó, ez van? Van mentős? Oké! Tiszteletem, tiszteletem! Mentős, mentős! De most hátra! Jó, jó! Hátra célegyenesbe! 2 percünk van még! Addig megkérem itt a hozzátartozókat, meg itt a rendvédelmi kollégákat, hogy a civileket hát addig ne engedjék már be, légy szíves, hogy ne zavarjanak. Köszönöm. Túr úr. Rendben, bejöttünk az ajtóhoz. Jó napot. Elvileg nincsen orvos. Gondolj rám, Sanyi. Rád gondolok, Sanyi. De én ellátásra szorulok. Jó, akkor most más látnak el, menjen kifele.
mindenki fel kívül, mindenkinek kívül tágasra viszont látás. Maga is. Mindenki oda már pap kell mentős. De én a barátommal vagyok, mi van? Ön itt maradt. Ön maradhat hozzátartozó, csak az urak mennél. Én meg egy másik ugyanilyen barátom van ott, de valamit csinál. Egy másik ugyanilyen barátom van, azt mondja. Szólok is neki, nem tudom. Szóval fekete sapka, atya már nem szponzi. Eddig se volt szponzi. Sose volt szponzi. Az öreg nem lesz amnéziás. Az öreg. Van még egy sose. Úr, akinek zokni van a fején. Menjél majd neki felé. Menjen ki, uram. Na jó van. Mindig a cigány kell. Nem, mindenki. Maga is szépen kifele. El lett már mondva előbb is. Baszak, végre felkelünk. Igen? Ez nagyon jó. Kifele. Kifele. Csak egy mentősen. Igen, Atyám, összejövünk. Zebra, ne haragudjál, de most nem tudok összejönni. Köszönöm. Jóval fogd meg a pofád. Az új élesztést. Egy. Kettő. Egy. Kettő. Ezek ő mondta. Kettő, kibaszom a gyomrát neki. Azok, hogy tudsz elmondani? Kettő, nem neked, nyugi már. Kettő, jó, ahogy látom itt a sérült az eszméletét. Visszanyertes, hogy leveszem róla az oxigén, maszkot, hogy a oldal, hogy az a te hibád valamit. Elzárom, segítek az úrok szépen felállt hátánál. Sejhaj! Lát egy holtat, de cuki egyen meg, hogy kurva anyját azt. Hallod, Lali, talált egy holtat, bazd meg. Mint ha mennél az utcán, tudod, azt ott lenne egy százas, azt fölkapod a földről. Ezt még ilyen azt dicsekszik vele, geci. Jaj, Istenem. Te is találtál már holtat? Tiszteletem, persze. Az jó, az vagyok. Öreg, szia. Úristen, Jézusom! Bilincset, mert meg kellett menekíteni, tudja, mert belénk kötöttek, sokan voltak. Úristen! Az öreg kezét, lábát is, szexakottak kényszeríteni, kéhezett anyukákkal. Tengeri cigányok megtámadtak minket, főnök. Az anyám baszom ki. Úristen, mit, Jézusom, kimentette meg az életemet? Maga én voltam. Volt? Én voltam, miért hazudik? Hát maga volt. Én hoztalak be. Hát, ő fújt be. Jó, itt a barátom, majd ő. Különböző ilyen kényelmi és hogy is mondjam, ilyen élvezeti dolgokkal kényeztetni tudja magát. Lajosom, igaz? Kicsoda, én? Nem. Lajos. Vagy ő? A Lajos. Leszopja magát. Nem. Dehogy nem. Én kifizetem. Ja? Azt hittem. Jó, akkor köszönöm. Hát, azt történt. Keltem fel a sürgősség indik. Az én jó. Is. Figyelj, csak sebbe basszak tégedet, Krisztó. Fáj, amúgy ember, csak nem tudtam le egy csipősetet. Annak a piacel embernek, a trikósnak. Trikósnak ott. Hát. Trikósnak trikós. Szia. Figyelj csak, öreg, gyere velem, mert adok neked valamit, jó? Fáj a seggem nagyon dik. Megbasszak tégedet, Krisztó, azt láttam, esküszöm. Nem iga. Rohadjak meg tudtam tőled egy-két dolgot menekíteni, gyere. Micsoda? Köszönöm. Igen, akkor mi volt még, amit megmenekítettem? 15 000, mit csináltál te az öreggel, he? Ez meg ennyi volt, amit megmentettem tőle. 15 000 dollár? De ő szeret, van? Az nincs. Neked van? Te ne is lássalak többet. De nem érdekelsz. Lajos, mert ne duzzogjál, mert pofám baszol. 15 000 éri. Anyád kifizeti, mit sír a szád? Így van. Na jó van. Köszönjük, doktor úr, viszontlátásra. A rendőrök minket várnak, vagy mi? Igen? Ne menjél, mert akarok izét adni neked. Ja. Mert van nálam. Figyelj, Csazsókat, emlékszel, hogy mi történt? Arra gudjál meg. Igen, emlékszem, de a rendőrök kísértek be. Minket? Úristen. Hát, itt vannak rendőr urak? Jó napot. Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyszerű remek védelmet, önök igazán a város hőseim által a szemembe. Köszönjük az szépen. Segítettek behozni az barátomat. Köszönjük szépen. És hát ugye az történt itt a barátokat, hogy ránk támadtak, stb. Megbilincselték itt az öreg embert mellettem, és lövöldözni kezdtek ránk, csak megmenekítettem. És a barátunk hát elkapta egy golyót, igen, őt sajnos a... Én nem igaz. De ez így volt. Most ezt nem kell tagadni, a rendőr uraknak el kell mondani mindent, mert csak akkor tudnak nyomozni, Krisztóka. Igazából én megmondom az őszintét, én itt keltem a sürgősségén, itt keltem, és egy kicsit amúgy tényleg fáj, csak nem tudom, ettem este egy ilyen ramenlevest, ezt lehet nagyon erős fordít. Na, szerintem ez nem a levestől fáj.
Én nem tudom. Mindegy, köszönjük biztosulat. És köszönjük, hogy behoztak minket egyébként még egyszer. Nagyon szépen, szépen neked nincs valami mondani valót? Ja, nem köszönöd meg a dátorunk. Krisztó, egészséged rám ment, hogy nekünk nem adtál. Dínom, akkor ezt a három hónapot. Köszönöd a doktorunknak, a rendőröknek a közönműködés. Köszönjük. Ha már trogdíler vagy, viselkedj már normálisan, érted? Úristen, mennyi izé van egy tengeri bigány megint. Rajongók. Köszönjük, elmehetünk, biztos urak. Természetesen. Fel tudnak vezetni minket, elnézést. Vezetés kérhetnénk? Persze. Köszönjük. Így nagyon fáj a seggem. Ha nem tűnik el az autó. Viszlát, viszlát, vigyázzon magukra. Köszönjük pörrököt. Robika szépen. Uram, na itt fényképezkedjen, legyen jó, szíves menni. De köszönöm. Jó. Köszönöm. Köszönöm. Hé, hey, képér, 1500-at fizessék, képér, mit hiszel, ingyen van? Ja. Ingyen van. Nincs ingyen, bazd meg. Ne fotózkodj. Barackot, verjél egy barackot. Hát nem akarok, ja, bocsánat, itt a biztos úr majd intézi a biztos úr, én nem olyan vagyok. Nagyon szépek, ez Csabi az 5 subgiftet, ami a Robi, ez a Keddidik. Norbi. Keddidik. Jaj, bocsánat, uram. Elnézést. Ez mi az, hogy Keddi? Ja, uram. Keddi kosár, Keddi kosár. Volkswagen Keddi. Legjobb. Frank. Gyere, papi, ide. Valakinek van kedve örkönni a WC előtt. Hey. Kocsit, ez a Tesla nem a miénk? De, ez fogom miénk. Mennyi, mert kiszabadult az módon. Már fiatal, kicsit állni, légy szíves. Aló, aló, előbb itt szóltál bele. Sziasztok. Haladjál már. Légy szíves, egy kicsit menjetek már arrébb, légy szíves. Ki beszél? Ne boxoljál már, mindjárt ki leszel boxolva, te. Te most nekem szólsz, ha? Nem neked beszélek, hanem annak, hogy te beszólt az előbb. Haladjál innen. Hallott a csimbókos haj. Mondjál. Jó van, szűszopjátok a paszt. Elviszik az autó. Állj meg, állj meg, állj meg. Jézusom, uram, vigyázz, Zsolt. Elnézést, Jézusom. Jézusom. Azt a ilyen sárgákkal megyek. Hú, nem megyek oda, mert lövődőznek, bazd meg. Nézd, ahogy megyen ezt, te fiú. A San Andreas-i rendőr... Hú, ezt meg kell űzni akkor. Ha a San Andreas-i rendőrség nevében. A Los Santos-i rendőrség nevében felszólítom, hogy húzódjon félre és állítsa rá a gépjárművet. A San Andreas-i rendőrség nevében felszólítom, hogy húzódjon félre és állítsa le a gépjárművet. Jó napot, biztos urak! Tisztelet! Mi a helyzet? Tisztelet, el meg kéne állni az úriembernek. Hát most meg is álltam, tiszteletem, jó napot! Szuper, gyönyörű parkolás! Így tudtam ezt összehozni maguknak. Mi a helyzet? Bocsánat, nem bírom kiszállni. Jó napot kívánok! Tiszteletünk, tiszteletünk. Hádi Kortes Zászlós vagyok az SAST-től. Jó rapot, én az LSD-től vagyok. De az jó hangzik. Mondanánk, hogy csak egy közúti ellenőrzés, de voltak itt problémák a kórházban. Ne bassza már meg! Ez mi a saját oda? Autója, uram? Ez? Hát hogy a gecibe ne? Hát persze. Igen? Spóroltam rá. Esetleg. Elkérhetek? Hát persze, hogy ne maga? Hát bármit elkérhet tőlem. Csak az, hogy benn van az éjbe. Kesztyűtartóba, tudja? Hát, és ott nincs kesztyűtartó. Itt van-e? Várjon csak, kinyitom ezt. Hogy kell átülni a izébe? Hát azok az a baj, hogy otthon felejtettem. Hát az probléma. Hát de kérje már a rendszámarú, nem tudja? De tudnám. Csak nincs rendszám. Semmi sem de életem. Van. Van. Jó napot kívánok, ezek kicsodák, itt ismerik őtet? Jó napot! Nem is látok be a kocsiba, úgyhogy nehéz megmondani. Hát ez már csak porgal, amit el kell adni. Isten biztos urak, hogy szerencsé, hogy itt vannak. Na, parancsoljon. Nagyon undorító az a kocsi. Megkarcolták a kocsimat ezek az urak itt, ebbe a gépjárműbe. Most el is hajtottak. Hát ezek a kannibál kurva eget.
tolnak egy jogosítványt, vagy szemét, vagy bármit, ami alapján azt tudok adni. Tessék parancsolni, bemutatom magának. Hallott, hát az előbb nem ők kísértek ki mindent. 12-65-es a kedvenc számom. De most így lássa magad, nem? Na, nem sok mindent. Nem? Közelebb jövök hátra. Na várjon csak. Mostan? Hát még mindig nem, pedig már intim közelségben vagyok, de... Biztos, hogy hát érzem magam, hogy valamit akar tőlem. Nincs magánál egy faszpirin. 56-12-19. Nagyon fáj a fejem. Itt a személyigazolványom. Nincs nálam semmi. Tiszteletem, Bangó Sanyi. Szuper. Egy születési dátumot tudnak-e mondani? Hát hogy a rücskös, retkes, görbe, lónak a faszában, de pörökök. Fuga beled. Ott szokjam ki a gyakát magához. 1956-12-19. Figyelj csak, erigyél már a faszomba, így nem ellen. Ki az a Sanyi? Popátokat befogjátok, mert nem tudunk beszélgetni, mert hallgatni a faszában. Bangó Sanyi. Mangó Sanyi. Ne mondja már ezeknek a híjára. Öreg, nem is úgy hívnak, hogy Sanyi, he. Hát téged Hector Flektornak hívnak. Jó, van az anyádat, húzd be innen a gecibe, jó? Azt sem tudom, ki vagy te. Sose nem láttalak, pusztuljál ide. A Bangós Sanyi. Na, igen? A Bangós Sanyi. Hát, az, hogy szalkárú, he? Hát nézem, itt uram. Igen? A hete fehércséi Bangós Sanyi, he? De ne szóljon már ezeknek, hogy pusztuljanak innen. Elnézést, biztos urak! Elnézést! Menj már innen, de csimbolkos hajú innen a rákba! Figyelj csak! Húzd már innen a picsába, ember! Gazdádat hol hagytad oltási könyv nálad van pulipejű! Elnézést, rendőr úr, magához! Ne hazudjál, mert ne szóljál senkihez! Ez az én Lamborghini, nézze, már tudom ki megnyitogatni! Hát én is tudom! Van magánál forgalmi? Hogy lenne ennél a buzinál? Adjál rá az ajtót, én is tudom ki benyitogatni! Mert magad nyomjam bele az egészbe! Ez mi ez a kardimonium? Hát én nem fogok itt gecizni magukkal. Szopjanak le! Az igen, mi van öreg? Hát a passzomat belenyomom már. Óvatosan az autómmal! Ez a tiéd, ez a szar? Ez az enyém, bassz meg, nyom meg! Bassz meg, hogy néz ez ki? Nem baj, kapcsolt fel a lámpát, tisztek! Jó, de jó! Jaj, fölnyitós lámpa, minden! Bassz a kurva! Ezt is spóroltam, ki ne törne össze, légy szíveni! Jó, már ne szarjál, de hát... Intézem. Csak mondom. De a rendőr? Hát nem tudom, fehér autó. Hát nem... Nem áll! Ez semmi baj, basszus! Ez semmi baj, hát dik! De most minek mentél ott? Egyébként sem tudtad volna tartani a kormányt. Figyelj már, de mi a faszomnak akkor egy gletfas? Egy 3 méteres gletfas, more. Egy alulétszárú. Az ebédlő asztal, érted? Ez? Hát ezen meg se tudsz ebéden obbítja. Egy jó, lángos az... lecsúszik róla, hát. Jó, de figyelj csak, nagyon jó van letkelni, tudom. Óvatosan. Na, itt van lesze. Ó, jól vagy. Nem törreg a kocsinak mondom. Az mi ez a buzi rajz az oldalán, te fiú? Te ilyen ez rajzfilmet nem ered a passzodat? Design chip. Ez ilyen manga, mi? Hogy igen, valami manga. Ilyes? És akkor? Ezek kizén földugják maguknak a polipot, ilyesmi. Hát az nem baj, attól mi nyolc. Na most nem mondd, majd nem néz ki jól, nézd már ez autóra, érted? Hát rohagyjak meg russja, mint a geci. Na, azt nézd, apa. Ez nagyon csúnya ez a kocsi. Látod, ezt nézd, hopp! Nagyon csúnya. Szerintem faszán néz ki. De figyelj már, jogosítvány. Amit látok a szememben, az hogy kell eltüntetni. Ja, rájöttem, jaja. Temeraftana. Az a személyigazolványom. Csak baj ne legyen, Dick. Az a passzok rendőr elvette a izébe. Milyen? A személyigazolványomat, a hivatalossal. Ennek a Micsubicsinek meg kikukkant a kerekedik. Bangós Sanyi. El is felejtettem, hogy izé. Bangós Sanyi. Mi a Sanyi volt a te? Bangós Sanyi. Hát van jogosítványom is. Az is Bangós Sanyi, Dick. Bangós. Hallottam már ezt a nevet, he? Hát most mi van? Sanyi, az nem a szalka, ugye? Várjál picit. Hát more? Valami szerint. Hát megnézem, hogy mi van itt. Álló fasz, az nem jó, sajnos. Hát ez szomorú, bazd meg. Itt hova tűnt a garázsunk innen, Dick? Sanyi elvitte. Hát ott van, csak van vele egy kis probléma ma. Akkor a passzomat nyomjam bele. Elmegyünk a publik fele még? Aha, csak megjavítom azt a szép autót, jó?
A Deborah ez nagyon csúnya, az a focsit a fiú. Hú, a Joker egy nagyon csúnya, én is ja, azt igen, néztem. Nagyon. Igen, azt nézted, nagyon egy csúrom vagy az öreggel. Ki van pukkadva, dikka gumi? Hát nem csak a vízi gumi van kipukkadva. Akarod hinnál, Lali, mert lelülle. Jó, mert apám meg is ki volt, hé. A Need for Speed-del itt feszítes szemek, Crisso. Need for Speed? Need for Speed, Toretto, Crisso Toretto. Á, nagyon komoly ez a Mitsubishi. Hát nézze. Mitsubishi? Mitsubishi, dik. Na, beül valaki, vagy mi lesz? Tényleg ki van lukadva kereke most ennek? Megyek így. Akkor várja, várja, akkor megszerelem, vigyázz. Ki főpumpáljuk, szállj ki. Jó. Na, figyelj csak, mostantól Sanyinak. Hát de öreg lyukas a kerék, az hogy pumpálod? Azért, mert... Lali, takarodj mell a faszomba tényleg, te ma nagyon egy popát. Az öreg szája a fújja, a drónom meg van buzi gyerek. Hogy aládrúgjak, hát? Hol a drónom? Megrendeltem. Hol a drón? Jó, rendben. Mennyi? Csaba, kösz az 5 hónapot. De Temu. 5 euró. Onnan rendeltem. Temu, az kell neked, Temu a szárt. Hallod, Joker? Nem, mi nem van? Nagyon csúnyak kocsid. Tudom, jó, és akkor mi van? Anyád mégis megbasztam. Emelkedik benne a lámpa, nagyon komoly. Az a rendszám, hogy baszós. Igen, az. Hú, bazd meg, Joker, te nem tudom, mi van benned, te fiú. De nem a kocsi, én. Érted? Én vagyok a baszós. Elnézést, álljál meg! Ugye szólítsad le fel ezt? Elnézést! Jó napot, uram! Jó napot! Mi a büdös, retkes, mócsingos paszt csinálsz? Mi a helyzet? Ha? Megyek oldva. Álljanak félre! Jó napot, tiszteletem, uraim! Tisztelettel! Mi a fasz? Tisztelettel picsába, mi a fasz volt esetleg? Mi a kurva anyátokat csináltok az utca sarkomban, paszcibálok? Ha? Azért mi? Menjünk itt bányra a faszomba! Kinek az anyját kell megbasszni? Húzzál bányra a faszomba! Hey, hagyjátok a tatát, hagyjátok a tatát, mi tiszteltek, a tatát hagyjátok! Faszomnak kell dökülni! Hát de ezt havarom, ha mi baj van most? A tatát hagyjátok! Hey! Hey! Jézusom, menjünk innen az esetben! Hagyjátok a tatát! Jézusom! Jézusom! Hallottál! A cigár! Mare, ott volt a néger Gandalf, te fiú! Néger volt hát? Nem látod, fekete volt, mint a szar. Jó napot, urak, tiszteletem! Mi a helyzet? Jó napot, nem tudják, hogy nyitva van még az izé itt a sarkod? Tudom, hány volt? Nem tudom. Nem? Interneten fent van, lehet a nyitvaszartás, nézze meg. Jó napot, az. Jó napot. Mi folyik jó napot, é? Mit csinál itt az úr? Kicsi, én? Melyik úr, ki úr, bár? Éj, te ne. Ki az? Ki hát ő itt, hát nem ön, ő az úr. Ja, jó van. Figyeljetek csak ide, itt mi a büdös faszok történik? Ha? Mire készültök itt? Nyomd be a riasztót magadba. Mit akar itt vagyunk? Hát more? Öreg, most nézem, a kocsiba miért tart a szaltatógázt? Három palackkal baszd meg. Azért, mert tudod a kurvákkal nincs kedvem jó pofizni, a szelaltatom őket, a gecibe, azt megbaszom őket. Hozzad a motort, lejöjjék! Ezt mindegyik úgy kell föl, mintha izé a majonézt evett volna izé. Ahogy is hívják. Te hova boxolod a levegőt, te csöves? Ha? A manustánc. Az már kijártak. Gyerünk Sándor Bandi, adjad neki! Manustánc! Nyomjátok a manustáncot! Ebben nincs üzemanyag, bazd meg. Hon a benzinkút? Kifogyott? Hon a benzinkút? Tudod? Jobbra, öreg. Messze van? Nem, itt van a közelben. Jobbra. Toba! Igen. Menjél még. Hát ez már nem fog sokáig jobbra. Menni. Figyelj csak fel, Lali. Igen. Pész van nálad? Van. Jobbra. Megint? Elmore, hát nem érünk át a hídot. Ez ennyi volt. De még itt jobbra kellett volna menni. Mi a faszomat csinálsz, Joker? Mit csinálsz? Semmit, hát de ki akarsz jönni? Miért megyünk körbe-körbe?
mert a kezem szorul most tökölbe, belemegyek most a tökölbe, nem lehet bírni, bámos velem, forog nagyon, megint a bele... Elnézést, uram, jó napot! Jó napot, jó napot! Segítsen már, mert nagyon nagy szarba kerültünk. Na mi a helyzet? Most hittak, hogy ellik a nagy koca, tudja, vagy 10 kujája van neki. Igen. Az kifagyott az üzemanyag ebből a szarból. Júj, nincs egy kannál, vagy ilyesmi? De mondok, gyere, várj! Nincs kannám, az a baj. Akkor mit van neked, amit tudnál nekem felkínálni ez a nehéz időkbe? $1500-ra meg tudom szállni a családodat. Az nagyon kevés, de figyelj, semminél több. Jó, akkor adok 2000-et. Legyen kettő, kösz szépen. Melyikre? De nekem adjon annak a fogasnak a túloldalon. Na, 12-47. Gyere ide, akasszak rá. 14-02. Gyere, fogas. Köszönöm, hogy itt beszélnek veled. Neked mondtam. Mondj egy kedvenc számot. 14-02. Meg se hallom már ezek. Jééé, te fiú, te! Úristen, bazd meg, hát ilyen világban élünk. Túl élő vagyok, már nem azért mondom. Jézusom. Átvent. Elnézést, uram, itt a fehér mercibe. Tudj, tudj, mi? Elnézést. Jó napot, mi a helyzet? Nem sok minden. Akkor meg mi a faszom van, mert látom, hogy meg vagy szomorod, Adi. Piros lápom. Me vagy horpadba, fiam. Eladom a merci. Mennyi adod? Merci, hát még most nem aló. Nem eladom. Bertinak ősz szépen a 10 dodót! Magának, amíg öttünk beszélni valamit. Megjavítom ezt a szart. Ugye csak nem tudnád kölcsön adni nekünk a lyukadat? Mert a barátom nem itt tudom. Már nagyon ki van éhezve. Hát baszni akar. Rajta. Azt mondja, hogy mi leszakad a nadrág, az? Itt vadállat. Hát tényleg, mert baszhatna téged? Van nálunk egy fél, izé, egy fél doboz tiktak cserélde. Meg egy Dionnál cukor. Lajos, látod mit intézett neked apád? Ezt meg se hálálod, bazd meg. Hát ki? Hát ilyen ő. Jézusom, ez félre kell, jó napot! Hát ez... Legyen szíves, szép álljon félre, Batman! Legyen szíves, álljon! Batman bácsi! Legyen szíves! Az... Azt a kurva, mi a faszom történik? Azt a mindenség. Vagy mi van? Jó napot, biztos urak, ti szeretem. Félre királni, igazolják magot, legyek szívesek. Ott húzódjanak félre. Közúti ellenőrzés következik. Ajaj, megyek is, tudom, bocsánat. Elnézést, jó vagy, testvér? Tisztelet, jó nap! Geci, mi muszáj ezt elvenni, mert tudod, ezek, tudod, milyen gonoszok ezek a rendőrök. Muszáj volt, bazen, mert felismertek a rendőrök. Szegény, pedig ez aranyos gyerek volt. Hát ez van. Látod, ez van, bazeg. Én is, én belem is ezt csinálja mindenki, nagy naív vagyok minden. Szádbaszok a gecibe. Érted? Jó napot, uraim! Tiszteletem! Mi a helyzet? Ismét saját autó, ugye? Ez is, persze. Forgalmi minden játszik. Most nálam van. Már nálam maradt a személy, hát jön, az a probléma. Nem baj, az van még, vagy 3-4 darab földök. Így. Gondolom, ugyanerre a névre szólnak azok is. Mindegyik, persze. Félreállok én most itt, meg akarnak megbüntetni engemet? Hallottam hát, egy történetet, hát, hogy a rendőrök biztos... megerőszakoltak egy férfit. Ugye nem ez fog történni. Ugye? Nem biztos, hogy lett helyzetben, aggódjon. Úgy látom, hogy már le is vette maga a nadrágját, maga a ruhadék. Látom, hogy miről megy a pálba. Bocsánat, elnézést. A Jokerek hol a faszomba vannak? Ebből nagyon nagy izé taknyolás lesz. Ott voltak, ott mentek. Vajon sikerül-e meglépni az Örinek? Öri-böri. Ebből is mindjárt kifogy az üzemanyag, az a kedvencem.
vezetés technikai tréning. Napot, uraim, is szeretem. Kösz sok. Jó napot. De most akkor álljak meg, te azt nem mondtál. Hát lehet, így lehet. Hát most nem bírok itt kiszállni, bocsánat, elnézzük. Ne szorongassanak már négy engemet. Valamelyik rendőr ború, úgy láttam. Vagy nem? Azt nem tudod neki jönni! Ki tudod? Hát úgy látszik, ki tudod. Vagy egy másik. Assza kurva! Öreg, jó vagy? Öreg? Persze, mi jó? Szállját, gyorsan, szállját! Bazd meg, láttad ezt az állatot, hogy teli bevert? Mi volt? Láttam, siess! Bazd meg, szerencsé, hogy nem voltam bekötve. Sziasztok! Milyen kocsi ezt te? Hát találtuk a kocsit. Az meg ilyen nagy gazdag kocsikkal jártak állandóan. Hát mi ugyanúgy találtam, mint a mentő. Megy, amikor ezt a 10 órakor? Elsőbséget. Jó, ügyes vagy. Ezek azok voltak. Oda vigyelek öreg neki? Kiknek? Vannak a ezek a rendőrök kerestek téged. Melyik az? Szóval menj utána. És ha félreállítom őket, hogy elnézem. Elnézést szabad, de majd egy melnézést. Nem? De az de, ez az. Elnézést, uram! Elnézést! Elnézést! Jó napot, főnök! Elnézést! Elnézést, nem egy fehér mercit üldözlek? Igen, olyas. Az itt állt az utca végén, ott megy, most jön pelénk, lássa? Ott jön. Az az. Most ott kanyarodott el. Egy nagyon mocskos bűnöző, férfi. Viszlát? Az valami rádió szóltál, az ugyanazt mondta, amit én, hát. Mm-hmm. Az anyám bassza. Felveszi a hangodat. Szangrögzítő. Így könnyen megtanál, hát. Na, bassz meg így. Úristen! Nézd meg, geci, szembe, hát nem hiszem el, bassz meg. Pirost ki, kivárjuk, meg a minden ezeknek szembe. Nem azok voltak az a másikok, hanem? Azt a kutya, mi... Jó napot, uraim, tiszteletem! Jó napot, jó napot, jó napot! Ijjaj! Jó napot! Mi a helyzet? Láttuk, hogy... Mi? Én csak segíteni akarok maguknak. Láttuk, hogy üldözik a fehér mergásat, fent a CIA körül állt meg. Igen? Hát, hogy itt elmennek a publik mellett jobbra, ott egy fehér BMW, abból szállt ki, és valóban elfutott felfelé. Most egy 20 másodperc. Fehér merci volt, nagyon az mocskos az bűnöző. Nagyon nagy passza volt a férpinak. Tudnak erről a jegyzőkönyvet? Fel tudjuk? Persze. Nagyon nagy passza volt, aki a térgyit verte, azt láttam a mocskos szemétvárdába. Úgyhogy szerettük volna segíteni a rendet a bárba. Jó, rendben, akkor ugye pirálom. Hát én most nem hajolnék le érte, jó, mert fáj a terekam. Igaz, most becsípődött. Azért nem kell a kezembe lesz a jegyzőkönyv. Ja? Hát csak magam mondta, hogy föl kell venni. Ja? Hát akkor pirálunk, azt így... Azt mi a helyzet? Meg oldalra, jó? Semmi mi újság. Hova mondjad, halláljak meg, öreg, és akkor neked szimpatikus, így jó? Itt jó szerintem. Most a közúti ellenőrzés lesz?
A jegyzőkönyvet vesznek fel, érted? Jó. Jó napot, tiszteletem. Tiszteletem. A vallomást szeretnék tenni, hogy ezt a bűnözőt elkapják. Kiköpött hason más helyét. Várjon egy picit, mert a pénztárcám itt van benne, hogy kiveszem a izémet. Kinek a hason mása vagyok? A bűnözőnek, akit látom. Jézusom, azt nem mondja. Nekem van ikertes sor, azt hiszem két ikertes sor. Hát nekem van sem még az olványoktól igazolni magam. Ülés alatt üreg hat. Szóval tudom igazolni magamat, hogy engem hogyan hívnak. Hogy a faszomba, de... Hogy? Már egy kicsit? Sanyi, odaad oda a személyedet, Sanyi! Add már ide, van személyigazolvány, add már, nem adottam neki. Bangos Sanyi? Ülés alatt. Add már ide, léci. Bangos Sanyi úr? Nem, nem. Ja, nem? Nem, engem nem Sanyinak hívnak. Így, ikertestvér adta nekem ezt a személyt, akkor amit még nálam. Itt van a köztitartóban a személy, gyere ide, öreg, azt kiadom az ablakon. Várjál már, bazd meg, hát... Add már ide, nem tudok olvasni, nincs rajtam a szemüvegem. Tessék, öreg, köszönöm. Köszönöm. Akkor megmutatom azt, vagy odaadjam? Tessék, Kerry. Tessék, Kerry. Az én nagy lényeg. Én Kerry-nek hívnak, de nem a Murája. A Johnson. Tisztelet. Nézze meg, most lássa maga? Nem, nem. De miért nem? Hát tudom, nem tudom, de... Várjon, akkor odaadom magába. A izét megmondja nekem? Hello, hello! Tajszámát. 1267-es a tajszámom. Tényleg szívesek távozni. Parancsoljon. Köszönöm szépen. John Kerry vagyok. Megkérem, nem is a izé a Jim, hanem John. Születési dátumon tud nekem mondani? Hát az vagy nincs. Mikor születtem, azt mondjam magának. Mi nincs? Nincs nálam a születési anyakönyvű kimaratom. Nem azt kérte az előtt? Még egyszer megkérem, hogy menjön nekem. Maga tudja, hogy én mikor születtem? Én tudom. Hát akkor meg elég az. Most minek legyen? Nem vagyok én papagáj, bocsánat. Nem papagáj. Még senki nem mondta el. Csak de szeretném leelőnézni, hogy minden stimmelek. Aha. Tudja, ez olyan, mint amikor kislányok hamis személyé lennek be a... Várjon, ez 2023.12.25. Hát az nem egyik, nem igazán stimmel. De az a kiállítási dátum az most a az, hogy nem járt még le. Így van, ja igen, azért ja, van. Igen, most már nem születési dátumot kell. Ez úr a fajokség, ez. Igen, de egyébként eltalált az úr, egyébként le is van járva. Hát azért, mert most mentem volna hivatalba, de főtartanak itt. Tudja, főnököm. 1980-04-19. Stimmel, stimmel végül is. Hát azért mondom, bazeg, nem szórakozunk itt. És azért most fiatal vagyok, mert az stresszes az életem, tudja? Jó. Mert mindig össze kell lennek bűnözőkkel. Látták a Brian életet című filmet, amiben megszületett valaki öregen és csecsemőként halt meg? Így van. Igen. Ez most a Brian volt, padlóra és egyébként ugyanígy született a Kerry barátom, tudja? Tehát ő most perpillanat 6 éves. De nem a Murája Kerry vagyok, hanem csak hát, de ha 88-ban született, akkor hogy 6 éves? Hát ki úgy, mondta, hogy visszafele számolunk, és gyököt kell osztani ilyenkor, tudja? Mert cikőben született. Így van, osztva boxolunk egyet, igen. A szíják mentővel. Az ez egy speciális. Mert valaki hát, tovább szökőjében született. Szökőjében így 6 éves. Így van. Igen, a kutya évben kell számolni. Rendőrök vagyunk, úgyhogy ne kezdjen el velünk. Hát szökőjében te 4 éve van szökőjév, és akkor megszökött már pár év, és így 6. Itt nem, úgy van, hogy egy év az 7 év, hanem 7 év számít egynek, érti? Így van. Tehát akkor fordított kutya évhez. Már belekavarodtunk. Ja, kutya évében és a szökő évben is így született van. Egyszerre. Február 20-án, az nagyon csúnya kombó. Ez 100 éves koromban leszek másfél éves. Csoda, hogy járni tudok. Szombatisztaságom, most dicsekszek. Hogy a faszomban. Na, de akkor térünk vissza a tárgyra. Melyikre, bocsánat? Hallgatjuk, hogy mit láttak, uraim. Én sem, nincs rajta a szemüvegem. Hát most felejtettem, olyan jól lábeszélt. A fehér Mercedes-re ül a nagypaszú bűnöző férfi. Egyébként jó képű volt, és biztos, hogy az összes nőbe akarja kapni a passzát neki. Van kiállása volt. Én úgy láttam. Ez fontos információ. Térgyalat verte a mag térgyalat volt neki. Ez a lényeg. Gondolják ezek fontos információk? Kiszállt a kocsiba, hogy ott a izénél. Csak annyit láttam, hogy három ilyen nagycsöcsök kurva elkezdte szopni őtet. Azt mondta, hogy ne! Az meg csak mentek rá a rohadt hiénák, szopták neki a passzát, majdnem lilára. Szóda kiabáltam, hogy hétig dögebők! És akkor ennyi volt, elhajtottunk. És hol látták utoljára azt az autót? Hát honnan ez? Ott fönt az izéne, itt jobbra. Következő utcán jobbra fönt. De micsoda? Frank, itt vagy? Következő utcán? Tudom én, hogy... Engem a publik után jobbra fönt.
Mire gondolod, csak hát de ez az a probléma, hogy amikor a sarkon álltunk, akkor más mondta. Ült, hát mert mit mondtunk, Dik? Nem most arra beszél ez a rekord. Nem most azt mondtuk, hogy hol láttuk ezt az eseményt. Te most mondtam el. Az autót hol látták? Nagy faszom meg mindennőtt. Ő mennek jobbra, következődik. Érted, érted, Lalikám? Szerintem a öreg hazudik, mert meleg volt. Ki volt meleg? Akkor kérdezze meg őt, hát. A barátja előbb azt mondta, hogy a CIA-nál látták. De most azt mondják itt állítólag mellettem, hogy aki akkor fehér autóba ült, ezt nem én mondom itt a Frank mellettem, hogy szerintem meleg volt, ezt mondja. Á, ez nem de én láttam a testtartásában, hogy az olyan heteró, hogy hihetetlen. Azt láttam, hogy fönállt neki a faszba, mm-hmm. Én bennőtt a kocsiba, azt leszakított a műszerpalak. Szerintem meg rosszul láttad. Szerintem meleg volt. Meg letépte egyébként. Az ajtó tetőkárpitot, letépte mikor a faszba. Mikor meglátott egy férfit. Nem, mert nőket látott meg. Én láttam, ez a buzi gyerek, ez össze-vissza beszél. Meg vagy nyomva neki. Meglátott egy férfit, egyből jobban beletaposott a gázpedálba, mert de tényleg uram egyébként ezt fejcsinálta. Miért egy heteró testtartásnál kíváncsi vagyok. Hát tudja, hogy nem olyan izé, nem olyan csicska, hanem olyan izé, meg van feszülve, tudja. De bemutass, most mutassa be, hogy hogy járt. A buziki pucsítanak, tudja, pucsítással, mert mindjárt várjon. Mutassa be, uram, az igazi heteró testtartást. Kíváncsiak vagyunk, hogy ezt megfélek. Már nézeget, kicsit megigazítom a cipőmet, hogy azért legyen kiállásom. Így, ez. Már egy picit, most ide felírtam magamnak egy-két dolgot. Aha. Baszki most innen megmondom, hogy magam közül melyik a meleg. Én megmondom. Olyan kurva ördög lovafasza van, Dick-há. Jó, erigyél már innen Batman geci, hogy te vagy az ötödik, aki erre jár, vagy a rák egy, aki a retkes beledet. Hát a kurva életben már. Bocsánat, elnézést. Nem örülnék engem is így elátkozni, mert... Bocsánat, elnézést kérek. Az olyan átkot kapott, hogy... Elnézést. Várjon csak egy picit. Lehet, hogy is visszafele fog születni. Ez a heteró viselkedés, lássák? Ez? És a karmotéva kezd, ez nagyon... Ez igaz, mondjuk. Meg így. Aha, meg így. Meg így. Jó. Azért hajlás az a kéz, uram. Köszönöm szépen. Ez pedig az izé, a homoszexuális meghajlás ez. Így viselkednek a buzik, lássa? Vigyázz, Cortez, fölnálljon, mert öltözködés közben is mindig engem. Megmondom magának. Jó, hát ez most nem ide tartozik, kollega. Így, basszák őket segbe. Robbasztják őket. Na, úgyhogy ez van. Viszont most mennünk kell, elnézést kérek, örülök, hogy segíthettünk a törvény nevében. Zenészek? Nem, táncok szoktuk vagyunk, meg így táncosok uram, és zenéjét. Uram, a személyét nálam hagytad. Táncot. Ja, bocsánat. Tartsa meg, mert lejárt úgyis. Ne, a tényleg lejárt, akkor mindegy. Ami kérek másokat, viszlát. Viszont hallásra. Én lennék ott magas táncoktató. Tényleg? Már úgy. Hallod, hogy Sanyi? Hát ő Hector. Nem is, hogy Sanyi? Öreg, itt vagy? Nem Sanyinak hívnak, bazd meg. Nem láttad, nem hallottad, hogy izé vagyok? Kerry. Ja. Rája, Kerry. Zsa, hazapele most már. Mert tudom, mi van. Az a mágián? A nőnapi ajándékon meg gondolkodjatok azért, tudod? Ja, persze. Értesz. Lapát olcsóbb, mint a szék. Ez egy bölcse, ez egy közmondás volt, vagy mi? Nem megy. Nem, Lalikám, csak tudod, de be kell tartani a sebességkorlátozást, mert én nem fogok miattad ülni. Én megváltoztam. Ja. Minden szabályt be fogok tartani mától. Nem leszek rossz. Csak is a jót fogom szólni. Barbarát meg kell lepni. Pont erről beszélgetünk, nagyon eltűnt mindenki egyébként. 5 per órával szorozva 1,6-tal olyan, hát 110-20 között vagy 20 akikkel erpészgettünk. Érted, Lalikám? Nem nagyon van női karakter most. Számolt ki, 76-szor 1,6. Amúgy ezek a kopókos forró nyomomatok, amúgy igen. Nem lett meg a polgárőr kocsi, baszki. Nem lett meg, sajnos. Tudom, Lari. Hát tudok, én is meg tudom mondani. És mi között van hozzám? Most a városom belül vagy. Van ilyen zene, hogy fekete BMW-vel megyek én hozzád? Piros lámpát átmentél. Ez tényleg egy kicsit csalódtabb benne, Joker, hogy így átmensz a lámpán. Nézd, de megint átmegy. Nem is tudsz vezetni, Joker. Hogy ne tudni. Jaj, te meg mit tudsz faszopni? Bocsánat, vagy így kimondom. Lalikám, fogd be a pofádat. Így van. Lajoska. Így van, Lali. Jó, mondja az öreg. Szopó pantom. Bocsi.
Erzsi lesz mindig a best. Igen, az egy nagyon legendás karakter, de sajnos mindenki lemorzsolódik egy idő után, mert elviszi az élet. Ez a szomorú ebben. Meg egyébként a szépsége is amúgy, mert mindig jön új karakter, aki kurva jó. Egyszer egy élet még átváltoz a piros-zöldre. Mare bazzik, hát én levőlök itt aludni már néles. Nem, Andrek, hát most már muszáj hazaérnünk. Nézd a hülye gyerek autóval. Mit csinálsz te buzi gyerek? Normális vagy? Imádom Joker, a probléma megoldó képességed az eszméletlen. Hát de nézd meg, hát de bazzik elé. Menj utána kurva anyját, most már megbasszuk az anyját neki. Gyerünk! Állj meg, passzopó! Figyelj csak, szia! Állj meg! Állj meg a kurva anyádat! Gyerünk, tépj ki a szárnyát a buzinak! Szép! Szép! Gyerünk, gyerünk, Joker! Nyomjad, nyomjad! Joker, meg kell tartani a szabályokat! Soját! Öreg, te is sokat változtál? Én mit változtam? Mi? A karakter, vagy mi? Szép! Szerintem nem. Elnézést, ugye, uram, csak jó rohadék. Napot. Még kell összetörni az új autót, amit a gyerek az izébe örökölt a négy nagyanyjától. Csaba, kösz a 35 millió forintot! Szállj ki! Most miért csináltad ezt velünk? Most miért csináltad ezt velünk? Válaszoljál! Miért vagy ilyen gonosz, Pérpi? Jó, mi történik itt a hár? Mi történik itt a hár? Semmi. Jól van, uram? Persze, hogy jól van. Néma, nem tud beszélni. Néma. Persze, hát persze. Ismerjük. De barátunk, bazd meg. Figyelj csak, nem hal. Tibadar, üljél be fel a kocsiba. Ja, mi az a fegyver a kezébe, he? Milyen fegyver? Egy fegyver van nálam, előkapom, azt egyből rágugoltok buzibezére. Két milliset ne vegyed elő. Milyen két milliset, hát? Anyád úgy örült annak a két milliset tegnap este. Mutassad akkor, várjatok egy kicsit. Szebasszok. Karakterileg, hanem ilyenre olyan kedvetlen vagy. Itt jó? Tényleg kedvetlen vagyok egyébként. Öreg? Igen, nagyon jó, köszönöm. Hát figyeljetek, mindjárt talán... Most megyünk? Szia, figyelj csak! Mi a helyzet, bukósisak? Hogy szoci a helyzetbe minket? A mi a faszonról beszélsz, hogy kedvetlen vagyok, te buzi vagy, vagy mi? Belenézek a zsebedbe. Öregednél van egy dildo. Na, azt vedd el tőle. Anyádnak jó lesz. Kicsit meg kell popozni. Jó, menjünk a passzomba. Hagyd a gecibe. Úgy van. Jó van, ülj le. Hogy van merced, hogy van merced? Hát kurva anyádat csinálsz, te normál... A rák megeszi a gyomrodat, hát. Maradj le, kutyába! Gyerünk a gecibe innen. Köszi, öreg kocsit, segítettél. Jó, a drónomat kerítsd elő, mert szarrá verle. Jó. Szóval én nem érzem, hogy kedvetlen lennék, srácok. De ma... Lehet, hogy ezeket figyelmes kéne hagyni, ezeket a kommenteket, de szívesen válaszolok ilyenekre, mert... Meg kell szerintem. Nagyon szép. Pillecukor, nem tudom mi van. Senkire nem tudok semmit, srácok. Egyébként. Ez mi a dereg? Hát ad így megfordulok, így egyszer? Így ott mennek a rendőrök, így. Egy táj meg. Menjek oda? Ne, dehogy is van. Ne. Mert azok... Azért nem semmi milyen hülyék ezek, mi? Mert ezek nem is emberek. Figyeljetek, izébe találkozunk a játékterembe. Sziasztok! Jó.